BKV-s dolgozók munkáiból láthatnak válogatást a Föld alatti Vasúti Múzeumban az idelátogatók. Az érdeklődők láthatnak festményeket, tusrajzokat, fotókat, gobleneket olyan amatőr művészektől, akik napközben a BKV-nál dolgoznak, akár irodai munkásként, akár buszvezetőként. Mi felelünk a fordításokért, tolmácsolásért, a külföldi látogatóknak a eligazításáért, múzeumaink bemutatásáért, tehát a cégünk által közölt tartalmak idegen nyelven történő megjelenítéséért. Kaptam karácsonyra egy profi fényképezőgépet, aminek nagyon örültem, és rájöttem időközben, ahogy mekkora jelentőséggel bír az, hogy milyen infrastruktúrális eszközökkel dolgozunk a fotózásban. Azóta próbálom minél magasabb szintre emelni a gépnek a használatát és az általa elkapott pillanatokat. Te a felszínén visszatükröződött a fali óra, és ezt nagyon különleges pillanatnak találtam, úgyhogy lefényképeztem. Örülök, hogy a cégem lát fantáziát a dolgozóiban olyan mértékig, hogy kíváncsi a szabad idejükre is, és bizalmat szavaz a cég annak, hogy kiállításra érdemesnek tartja a munkáinkat. Elkerülő, hetes busz, amire felkerülünk, némi tolakodás, ha mégis mosolyog Zali, mert a metronál is gyorsabban repítik álmai. A festés ugye egy elég stresszes dolog. Nem úgy akar sikerülni a kép, hogy az ember elképzelte. A kompozíció, hogy a színek 8-szor akarja lelászni, azért lelkileg elég. Most én fogom, bepatolom. Megyek nélkül, valahol, ettől megnyugszom. És akkor ott ilyen friss szemmel, nyugodtan neki lehet elmúlgod a képnek, átgondolva az egészet. És mit nem az a kérdés, hogy mit festek, nem az a kérdés, hogy érzetek hozzá. Hát ezért. Tehát akkor elsősorban ön festőnek tartja magát, és másodszorban is a film? Vagy olyan kettő kiegészíti egymást. Mennyi időt tölt a festéssel? Hát általában éjszaka szoktam festeni, néhány órát. Éjszakánként, ha jel egy óra körül érek haza, és hajnal meg festeni, de utána megyek. És ez mindennapos rutin? Hát igen. Szerencsém, akkor hiányzik. Gyere le,